Szent Márton Akadémia. A hit és a tudás forrása. Szent Márton püspöknek ünnepi napjára. 1700 éve, 316-ban született Szent Márton az ókori Szaváriában, a mai Szombathelyen. A katolikus egyház egyik legnépszerűbb szentje, Európa társvédő szentje mindenkorban példát mutat a keresztényeknek a tökéletes Krisztus követésre. Őt ünnepli az egyház és a Szombathelyi Egyházmegye. A Szent Márton Vallási és Kulturális Egyesület, a Martineum Felnőtt Képző Akadémia és a Szent Márton Programiroda előadás sorozatot indított, hogy Szent Márton életével, lelkiségével jobban megismertesse az embereket. Teológusok, történészek, művészettörténészek, néprajztudósok világítanak rá a szent életének, korának, illetve kultuszának ismert vagy kevésbé ismert részleteire. Kísérjék figyelemmel a rögzített előadásokat a képernyőkön keresztül, és legyenek részesei az élménynek és a tudásnak. Először is megköszönöm a meghívást, igen, nagy megtiszteltetés számomra. Ki lenne más a katona szent, mint hanem Szent Márton, amint ezt a képen is lehet látni. Ez a fiatalok kedvéért, ugye mondom, hogy ez a Porta Speciosa Pannonhalmán. Ezt először még általános iskolás kirándulásokon találkoztam vele, és azóta is élénken élt az emlékezetembe. És talán itt lehet a legjobban látni, hogy római lovaskatonaként ábrázolják, kezében fegyverrel. És hogy kapcsolódjak a felvezető szavakhoz, már a legenda aurea, a legelterjedtebb szent életrajzi gyűjtemény a középkorban. A legenda aurea szerzője is Szent Mártont már úgy mutatja be, mint aki marsot, azaz háborút visel a vétkek és a bűnök ellen. Tehát a középkorban is nagyon jól érezték Mártonnak a nevében a mars, a háború szót. Ahhoz képest persze, hogy Európa egyik, vagy talán legnépszerűbb szentjéről van szó, és nagyon szoros katonai vonatkozásai vannak. Érdekes módon már a középkorban is ez a háborús vonatkozás, katonai vonatkozás a háttérbe szorult. Nyilván ez részben roppant nagy népszerűségének volt köszönhető, Magyarországon pedig nyilvánvalóan Szent László a lovak király, aki minden más szentet és így Mártont is háttérbe szorította, és a szent javatása után a 13. századtól kezdve egyre inkább a harcmezőkön már Lászlóhoz fohászkodtak. Adtam egy alcímet is, ugye a harcban segítő szentek, általában arra szeretnék kitérni az előadásban, hogy a szenteknek a erekjéi, a szentekhez való fohászkodás, a szentek által nyújtott segítséget a középkorban mennyire igényelték, mennyire vették komolyan, és hogy ez a korabeli forrásanyagban miként érhető tetten. Én is még fiatal koromban, hát a legtöbbször ugye át a butaság és a babona kommentálásával hát találkoztam, amikor a harcban megjelenő szentekről van szó. Pedig ennél sokkal összetettebb ez a jelenség. Lehet fohászkodni egy szenthez, lehet Szűz Máriához természetesen. A szentek által képviselt tárgyak, erekék is megjelenhetnek az ütközetben, és segítséget nyújthatnak. A megszentelt zászlók is ilyenek, vagy elég, hogyha a német birodalmi lándzsára utalok, amit mindjárt a következő képen bemutatok, amiben ugye Krisztus keresztjének egy szege nyert elhelyezést, és ez adta az erejét, vagy például a lengyeleknek a koronázási kardja, ami Krakkóban megtekinthető, ez a Sterbiec, a csorba kard, amit ugye angyalok hoztak a lengyel uralkodóknak, és érdekes módon a lengyel koronázási jelvények közül ez az egyetlen, ami túlélte az évszázadoknak a hányatatásait, és rengetegszer menekítették, és végül ez az, ami ma Krakkóban megtekinthető.
Amikor először foglalkoztam, és még a magyar művelődés történeti lexikon számára megírtam a harcban segítő szenteket, akkor csak a harcban való segítségnek a példáit gyűjtöttem össze. Valójában ennél sokkal, sokkal bonyolultabb és komplexebb a szerepük, mert hiszen egyfelől a csatába vonuló harcosokat a halál veszély ellen oltalmazták, tehát egyfajta hálaadás is volt a túlélők részéről a csaták és ütközetek után, ami megnyilvánult, illetve a ember életeknek a kioltása miatti félelem, hiszen ezáltal a saját üdvözülésüket érezték veszélyben. A emberi életeknek a kioltása mindmáig a katonapszichológiának egy fontos és hát némiképpen elhanyagolt területe, és éppen a hadtörténészek közül Perjés Géza volt az, aki újra és újra fölhívta a irodalmárok, történészeknek a figyelmét, hogy milyen pszichai teher nehezedik a tűzvonalba a fronton szolgáló katonára. Perjés Géza ugye a II. Világháborúban szolgált a keleti fronton, és hát az ott szerzett tapasztalatokat hasznosította aztán, mint hadtörténész. A szenteknek a szerepe minden harcütközetben fontos volt. Könnyebben megmagyarázható volt, amikor keresztények harcoltak pogányok vagy muzulmánok ellen, mert a muzulmánok mindig kikérik maguknak, hogy ők nem pogányok, hanem ilyen muzulmánok és istenhívők. Vagy, de hát még inkább, amikor keresztény ellen harcolt, és a katonák, a harcban résztvevők számára hát meg kellett indokolni a harcnak a fontosságát, és hogy nekik ott miért kell az üdvösségüket vására vinniük és veszélyeztetniük. Amikor középkori szövegekről beszélünk, meg a középkori emberről, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a lelküknek az üdvözülése központi kérdés volt számukra, amit a felvilágosodáskor utáni keresztények már ennyire nem éreznek, különösen a maiak nem éreznek, de ez a középkoriak számára roppant fontos volt, és ez valóban aggasztotta és foglalkoztatta őket, és ennek a biztosítására mindenért képesek voltak. Most, hogy a magyar történelemben meghatározó jelentőséggel bír Szent Márton, azt éppen a pannonhalmi apátságnak a kapuzata bizonyítja. Tudjuk, hogy Pannonhalma volt az első apátság, amit Bencés apátság, amit Magyarországon megalapítottak, és ennek fennmaradt az alapító levele is, hát amit inkább a diákok kedvéért vetitek csak ki. Ennek az eredetije ugye Pannonhalmán megcsodálható, és ez szó szerint ugye megemlíti István, az első királyunk, Szent István szájába adva azokat a hálálkodó szavakat, amelyekkel Szent Mártonra emlékezik, akik megsegítették őt a Koppány elleni harcban. És hogy leírja, ugye, hogy fogadalmat tett Szent Mártonnak, hogyha külső és belső ellenségei legyőzésében megsegíti, akkor gazdagon jutalmazni fogja kiváltságokkal a pannonhalmi apátságot. És hogy ez valóban így történhetett, azt a képes krónika a 14. század közepén, ugye több mint 100 képpel díszített, mutatjuk, hogy luxus kézirat, ami megőrizte a magyar krónikának a legkorábbi változatát. Most a képes krónikának a fejezete ezt a híradást teljes mértékben megemlíti, más szavakkal megint csak leírja ezt az eseményt. Nem vetítem ki, de hasonlóképpen Szent István nagyobb legendája és a Hartwig legenda is megemlíti ezt, hogy Szent István Koppány ellen Szent Márton és Szent György képeivel díszített hadizászlókkal indul, és említettem, hogy a hadizászlóknak mindmáig milyen nagy szerepe van a hadakozásban. A Gellért legendából pedig ugye tudjuk, hogy Csanád vezér Ajton ellen Szent György segítségével kerekedik felül. Még egy ponton nagy szerepet játszik Szent Márton, és ezt megint csak a képes krónika örökíti meg.
Akkor, amikor összeütközésre kerül sor, Salamon király, illetőleg a hercegek, László, a későbbi Szent László és Géza között, akik Szűz Máriához és Szent Mártonhoz fohászkodnak, megint csak, hogyha győzelmet aratnak, akkor templomat alapítanak nekik. Ugye Géza a győzelem után a Váci székesegyházat gazdagítja adománnyal. Vannak, akik úgy vélik, hogy ő is alapította, de ez most nem érdemes belemenni. Szent László pedig Mogyoródon, ami ugye most az autóversenyekről mindenki számára ismert hely, Mogyoródon alapít bencés apátságot. Ennek az alapításnak egyébként is a hercegek, László és Géza részéről több oka is lehetett. Nem csak az, hogy testvérharc dúlt, polgárháború dúlt, hanem a hercegek a törvényesen megkoronázott király Salamon ellen indultak harcba, ami a középkorban azért problémás volt. A harcra Nagybőjt idején került sor, amit azért gondosan igyekeztek elkerülni, hogy Nagybőjt idején harcolnak, ráadásul pénteki napra, ami hát Krisztus kereszthalála miatt megint csak a keresztények számára nem volt javalt ütközeteknek a megvívására. Most az más kérdés, hogy érdekes módon a Mogyoródi bencés monostor a későbbi történetében soha nem hivatkozik arra, hogy László alapította volna, amit valójában nehéz megmagyarázni, mert hiszen, hogyha a Magyar Krónika ezt megörökítette, akkor erre igazából büszkék lehettek volna, és még csak tovább bonyolítja a képet, hogy aztán nem Mártonnak, hanem Györgynek, egy másik harcos szentnek szentelték Mogyoródot, de ennek ellenére ez bizonyítja, hogy a magyar történelem korai időszakában, a 11. században mennyire meghatározó jelentősége volt Szent Mártonnak, és ahogy a merovingok, karolingok hozzáfohászkodtak a csatákban, úgy látszik, hogy ez Magyarországon is ugyanígy történt. Most, hogy ez a hagyomány nem sikadt el és nem felejtődött el, azt a budai várban található Magyar Királyi Udvarháznak a kápolnája bizonyítja, amelynek a patrocíniuma, ugye patrocínium alatt azt értjük, akinek egy templom szentelve van, tehát ez Szent Mártonnak szentelt kápolna volt, nyilván erekélyét is megőrizte ott. És ez is megint csak van némi aktualitása, mert ez pontosan abban az épületben van, amit most az amerikaiaktól a magyar kormány cserével visszaszerzett, a Táncsis utca 7-be, az Erdődi Palota mellett, ami most ugye a Tudományos Akadémia Zenetörténeti Intézet és a Zenetudományi Múzeumként működik. És ezt a királyi lakhelyet nevezték Kammerhofnak. Először csak 1301-ben említik, de igen nagy valószínűséggel egészen addig, amíg az Anjou királyok fel nem építik a budai palotájukat, itt laktak a várba ebbe a palotába. Ezt is nevezhetjük egy palotának. Amit aztán, amikor kiköltöztek és átköltöztek a későbbi budai várpalotájukba, a pálosoknak adtak, és ugyanebbe az épületbe őrizték később Remete Szent Pálnak az erekélyét, amit ugye Nagy Lajos 1381-ben megszerez, és hát országos ünnepségek keretében vezetik be ide. A mai magyar honvédségben érdekes módon Szent Mártonnak már nincsen ekkora megbecsülése vagy tisztelete. Ez itt érdemes lenne az európai katolikus katonai szolgálatokat megnézni, hogy hol miként tisztelik. Most mondta Tóth Ferenc kollégám, hogy Olaszországban a gyalogságnak a védőszentjeként tisztelik, nálunk a felderítőknek a védőszentje lett. És
Hát megint csak érdekes módon, ugye nálunk a gyalogságban megelőzi Szent László, Szent Györgynek a rendőrségi út a mai honvédségi fegyvernemi szentek között, Nagy Boldogasszonynak a repülősök, Lorettói Madonnának a légiszállítók, ugye tudják, hogy ugye Szűz Máriának a házát ugye az angyalok átviszik az olaszországi Lorettóba, és ez egyik leghíresebb keresztény búcsújáróhely, Szent Borbála a tüzérségé, és Szent Mihály pedig az ejtőernyősöké, és még talán hosszan lehetne őket sorolni. És azt még megtaláltam, hogy a svájci gárda Szent Márton és Szent Sebestyén megszentelt kápolnát használ. Sebestyén meg is csak értető, hiszen a testőrségnek a parancsnoka volt, és tehát a császári testőrség parancsnoka is, és így szenvedett vértanú halált. Honnan származik a magyar történelemben, és miként jelenik meg Szent György? Erre a híres magyar történész máig érvényes módon Györfi György próbált magyarázatot adni, és ezt tulajdonképpen el is fogadhatjuk. A korai magyar egyház szervezetre a Mainzban székelő érsek, a mainzi érsekség meghatározó befolyást gyakorolt, és a mainzi érseki katedrálisnak a védőszentje Szent Márton, és valószínűleg, hogy ez a kapcsolat közvetítette a tiszteletét, és értelemszerűen a hozzá kapcsolódó legendákat is, nyilván Sulpicius Severusnak a legendája, vagy aztán Túri Gergely frankok történetének a műve is, ami Mártonnal foglalkozik, itt meglehetett. Györfi Györgynek volt az a nagyon találó megjegyzése, hogy ha több túri szent, ugye túr ugye a Szent Márton tiszteletnek a központja, és ha több túri szent tűnik fel együtt, akkor ez határozottan tudatos, tehát a szentek tiszteletének a tudatos meghonosítására utal, és nem véletlen, hogy megjelennek, és a másik szent pedig nem más, mint Szent Berek, latinosan Szent Brixius, akinek ugye november 13-án van az ünnepe, és Györfi Somogyban és Zalában találta meg a rájuk utaló patrocíniumokat. Ugye hát a Krisztus keresztjének a szegét, vagy akár a Mauritius lándzsának is nevezett fegyver, ott van 933-ban, és itt folytatódnak a magyar vonatkozások, ugye 933-ban, amikor első madarász Henrik a Merseburg melletti csatában legyőzi a magyarokat, már akkor a Szent Lándzsának tulajdonították a németeknek a harci sikerét, miként 955-ben első Ottó német király, akkor még király pár év múlva császár, az augsburgi ükközetbe is magával viszi ezt a Szent Lándzsát, aminek itt egy ábrázolását látjuk, és hát győzelmet biztosítónak tekintették. Még érdekesebb az, hogy a német császárok adományozták a Szent Lándzsának a másolatát. Ennek egy példánya, az eredeti ugye Bécsben a császári kincstárba fennmaradt, most ennek a másolatnak pedig egy példánya a krakói kincstárba fennmaradt, ami azt bizonyítja, hogy megkapta Bátor Boleszló lengyel fejedelem is, és minden bizonnyal Szent István is megkapta. Nyilván azért, hogy a benne levő erekje segítse őket az uralkodásban, biztosítsa azokat a harci sikereket, amiket elkívánnak érni. Azt is tudjuk, hogy 1044-ben a Minfői csata után, amikor a német császár legyőzi a magyar sereget, akkor megszerzik a magyar királyi jelvényeket, és Rómába küldik, és ezt követően nyoma vész a magyar királyi lándzsának, és aztán a történészek sokáig vitatkoztak azon, hogy egyáltalán volt-e a magyar királyoknak ilyen lándzsája, és ezt a kérdést végül az 1960-as években a nagyharsányi éremlelet döntött el, amikor is Szent Istvánnak megtalálták egy olyan pénzét, ahol a királynak a kezében ennek a Szent Lándzsának egy másolata található.
És az, hogy ez elfelejtődött a magyar történelmi emlékezetbe, ennek ezt mondjuk nagyon könnyen meg tudjuk indokolni, azzal, hogy a német támadás, a 11. század közepe után a német támadások keresztüzében ezt egy kellemetlen, kompromitáló és elfelejtendő hagyománynak érezték a magyar királyi udvarban, és minden említését eltüntették, és valóban egészen amíg az érem elő nem kerül, addig erről nem is tudtunk. És ez pedig azt mutatja, hogy a harcban való segítségnek az elvárása a pogány hiedelem világban is megvolt, és Arnold Angenent, akinek magyar fordításban is a korai kereszténységről egy nagyszerű könyve olvasható, az ő könyvébe találtam ezt a 7. századi ábrázolást, ahol egy pogány lovast látunk, akinek a lándzsáját hátulról egy kis alak segíti, és ez a pogány istenségbe betett hitnek a nagyon jól megragadható és egyértelmű ábrázolása, és Angenen pedig azzal érvel, hogy amikor megtörténik a keresztény hittérítés, akkor a kereszténységnek, a keresztény szenteknek maguknak is azt kellett bizonyítani, hogy erősebbek, hatalmasabbak a pogányoknak az isteneinél, és azokat, akik hozzájuk fohászkodnak, azokat a csatamezőn is győzelemre segítik. Érdekes módon az ortodox, a bizánci harcos szentek, György, Tódor, Demeter, Merkur, sokkal állandó szerepet vívtak ki maguknak a csatatereken, és érdekes módon még a keresztes háborúk idején, 1095 után a keresztesek eseményei, a keresztesek haditetteit megörökítő latin krónikákba is bevonulnak, mint olyan személyek, olyan szentek, akik a kereszteseket a muzulmánokkal vívott harcokban megsegítették, látták őket, amint az égen feltűnnek, és a legkritikusabb, legválságosabb pillanatokban segítik őket. A képen a Máriaceli bazilikát láthatjuk, ami megint csak szorosan kapcsolódik a harci eseményekbe nyújtott égi segítséghez. Tudnék ezt Nagy Lajos gazdagon megadományozta a Máriaceli bazilikát, mégpedig arra való utalással, hogy a török ellenes harcaiban a Szűz Mária megsegítette, vagy álmában megjelent Szűz Mária, és aztán a rá következő napon pedig nagy győzelmet arat. A történészeknek ez megint nem kis gondot okoz, hogy Nagy Lajosnak melyik hadjáratával lehet ezt az eseményt azonosítani, amit aztán 100 évvel később számtalan domborművön, ábrázoláson, irodalmi alkotásban megörökítettek, de egykorú ábrázolása nincsen Szent Mártonnak a katonai pályafutásáról. Ezt én itt csak nagyon röviden érinteném. Több legenda is fennmaradt. Fennmaradt egy keleti Szozoménuszhoz kapcsolódó leírás, fennmaradt a görög legendája, és fennmaradt a latin Sulpicius Severus életírás. Ezek különböző súllyal érintik a katonai pályafutását. Azonban mindegyik közös abban, hogy az általa elősegített római győzelem vértelen volt, az ő fohászaihoz, a fohászai révén elnyert égi segítség, ami megfutamítja, megadásra kényszeríti a rómaiakkal szemben állókat. A helyszínek is eltérőek, hol maga Róma jelenik meg, hogy Rómát védik meg, hol amilyen jelenik meg helyszínként. Az évszámokban is ellentmondások vannak a szakirodalomban. Ezt legtöbben 357-ben Strasbourgnál aratott alemannok feletti győzelemmel hozzá kapcsolatban, amit egy békekötés követ, és Szent Mártonnak a római seregből való kiválását ehhez a békekötéshez próbálják kapcsolni.
Az, ami Szent Mártonnak a hadsereggel való szembefordulásába érdekes, és amiatt megkülönbözteti a korábbi katonaszentektől, hogy ez már vértelen, ugye nem szenved mártírhalált, mint a korábbi katonaszentek, hanem a császár elfogadja az érveit, és erőszakos következmények, erőszakos halál nélkül hozzá tud kezdeni az egyházi pályafutásához. Ezt követően számtalan bizánci traktátus és hadművészeti kézikönyv maradt fel, ezek egy része magyar fordításban is olvasható, így például Mauricio-nak a magyarokra vonatkozó említéseket is tartalmazó traktátusában fennmaradt az ászlók megáldásának és a csatakiáltásoknak a szokása. A bizánci császár itt leírja, hogy a papok Kyrie eleison kiáltanak, a parancsnokok pedig háromszor Isten velünk, nobis cum deust kell kiáltaniuk, és ezt a szokást sokáig meg is tartják. Rómában 500-ban szentelik az első templomot Mártonnak, Szimakusz pápa, ami azért érdekes, mert Bakócz Tamás érseknek ez lesz a tituláris temploma, ami a keresztes háború forrásaiban számtalanszor fel is tűnik és használja is. Ez a hegyekbe levő Szent Márton, a San Martino ai Monti olaszul. A bevezetőben is elhangzott, hogy a merovingok és a karolingok, akik a legnagyobb figyelmet szentelik Szent Mártonnak. Itt a tolbiáki ütközetnek a képét látjuk. Ez egy mítikus, nagy jelentőségű csata a francia történelembe, amihez a francia király Klodvignak a megtérését, majd pedig a remszi kemekkeresztelkedését kapcsolják. Ez a bizonyos híres Klodvig imája, aminek hát ugye Túri kapcsolata is vannak, nem csak az, hogy Túri Gergelynek a művében maradt fenn, hanem itt ugye a feleségére, Klotildra hivatkozik, aki aztán a király halála után maga is Túrba vonul vissza. Most ennek az imádságnak a gondolatmenete pedig szinte teljesen megegyezik azzal, amit a pannonhalmi alapítólevélben Szent István szájából Szent Mártonhoz intézve olvashattunk. 700 után a karolingok adnak új tiszteletet Szent Mártonnak, megszerzik a királyi kincstárat benne Márton erekéjével, amit ugye a fiatalok kedvére mondok csak ugye, hogy a Szent Mártonnak a köpenyéből, a kappájából alakul ki a kapella szó, a kápolna szó, és a káplánok pedig azok a papok, akik a tiszteletet ellátják körülötte. A 700-as években a Pipinek leghíresebb két alapítása, pedig két Márton templom, a mai hollandiai Utrechtben és a németországi Kölnben, amelyek mind a mai napig állnak. A Túri Gergelynek, a most már magyar fordításban is olvasható frankok történetébe, leírja Klodvig Márton tiszteletét. 507-ben Túr környékén táborozik, és a vizigótok ellen készül, és megtiltja katonáinak a fosztogatást. Szent Márton iránti tiszteletből a Pro Reverentia Beati Martini. Majd pedig, amikor arról értesül a frank király, hogy egyik katonája, a Merovin király, hogy egyik katonája erőszakkal beszel gabonát egy paraszttól, a vétkest a helyszínen megöli, nehogy a győzelmét ezzel veszélyeztesse. Majd pedig ajándékokat küld a túri templomba, és imádkozik a szenthez, hogy adjon bátorító jelet, hogy a jó oldalon harcolnak a seregei,
És amikor a katonák belépnek a templomba, a 18. Zsoltár egy részletét éneklik éppen a papok. Felövesztél Uram erővel a csatára kezdettel, és ebből a belépők rögtön megérzik és érzékelik, hogy az Úr ő mellettük áll, támogatja őket a harcban, és nagy győzelmet aratnak, és valóban a vizigótok felett nagy győzelmet aratnak, és kiszorítják őket Franciaországból, és ezután már csak Hiszpániába tudnak megtelepedni a vizigótok. A katonai szolgálatot sokáig vétkesnek tekintették a egyházban, nem véletlenül, mert hiszen emberi vér tapad a katonáknak a kezéhez, ami hát emberölés, amit homicidiumnak neveztek. És a IV. Században még a katonaságtól a világ életbe visszatérőket több évi vezeklésre kötelezték, mielőtt befogadták volna őket. Most ezek a büntetések és fenntartások finomodnak, és megkülönböztetik a közszolgálat, a bellum publicum, tehát az állam által indított hadjárat során elkövetett emberöléseket az egyéb módon elkövetettektől. És ez aztán a 10. századra már addig finomodik, hogy már csak 40 napi kenyéren és vízen való bőtörés sújtja azokat, akik katonáskodásban vesznek részt. Ugyanakkor az egyházjog is megpróbálja feloldani ezt az ellentmondást, hogy keresztényeknek részt kell venni a háborúban. Szent Ágoston, aki a hát máig hatóan megfogalmazza az igazságos háborúnak az ismérveit, hogy nemes cél érdekében a sérelmekkel arányosan szabad csak fellépni, és legitim uralkodónak kell a harcot megindítani, amit aztán Szeviai Szent Izidornak az enciklopédiája terjeszt el szerte a világban. Nagy Károly császár életrajzírója Notker pedig már szokásként említi azt, hogy a frank királyok a csatába Szent Mártonnak a köpenyegét, a kappáját magukkal viszik azért, hogy megsegítse őket. És amikor 791-ben a frankok az avarok ellen egy nagy támadást indítanak, akkor az ENSZ folyónál hasonlóképpen több napi bőtöléssel készítik fel a csapatokat a háborúra, aminek aztán sikert érnek el, és felteszik, hogy itt Szombathely környékén is elvonulnak. Hogyha a térképre nézünk, akkor látjuk, hogy túl stratégiai fekvésű, és számtalanszor hadi eseményeknek a középpontjába kerül, és ilyen alkalmakkor mindig emlegetik Szent Márton, és erre vonatkozó példákat hosszan lehetne sorolni. A vallási szempontok, az egyházi szempontoknak az érvényesülésére talán az egyik legjobb példa az 1066-os Hastings-i csata, amikor ugye a hódító Vilmosnak a csapatai átkelnek a szigetekre, és 1066-ban egy elsöprő győzelmet aratnak. Maga Vilmos pápai támogatást élvez, a pápától kapott egy zászlót, amit büszkén emlegetnek is a történetírói. Azonban 1070-ben a pápai követek felszólítják a normannokat arra, hogy vezekeljenek a csatában megölt nagyszámú ellenség miatt, és ennek az eredménye, hogy megalapítják és felállítják és gazdagon megadományozzák a Bethel apátságot, a Bethel Abbey-t, aminek most már csak ez a bejárati tornya látható, mert a többi az angol történelem bizonytagságai között már elpusztult. Azon a helyen alapították, ahol Hódító Vilmos ellenfele, Harold király 66. októberében életét vesztette, és értelemszerűen ezt az apátságot, hát bencés apátságot is Szent Mártonnak, a legtiszteltebb frank szentnek szentelték.
Később pedig ugyanúgy, ahogy a Szent Lászlónak a Mogyoródi csatában tett fogadalomtételekor megfigyelhetjük, már úgy értelmezték, hogy már a csata előtt Hódító Vilmos fogadalmat tett, hogyha győzelmet arat, akkor Szent Mártonnak egy apátságot szentel, amit itt be is váltottak. De nem csak Szent Mártonnak van kapcsolódása az 1066-os Hastingsi csatához, hanem lükszői Szent Valérinek is, aki névadója lett annak a helynek, ahonnan áthajóztak a normann csapatok Angliába. Tudnék, jó szélre várakoztak, körbehordozták az erekéket, és amikor az időjárás kedvezőre fordult, utána hajóztak át. Szent Valéri egyébként onnan is ismert, hogy 1940-ben itatták meg az angol és francia csapatok magukat az előre nyomuló németeknek. Hogyha említettük Hastingsi csatát, akkor időben visszamenve a 955. évi augsburgi csatára is érdemes utalnunk. Szent Ulrichnak a képét már láttuk azon a festett misekönyvön II. Henrik mellett. Tudnélik, nem csak a német birodalmi lándzsa volt jelen az ütközetben, hanem a későbbi hagyomány szerint Szent Ulrichnak a győzelmi keresztje is, amit angyalok hoztak le az égből, odaadták a püspöknek a kezébe, és ez a magyarok feletti győzelmet biztosította. Azt hiszem, hogy az időm az a végéhez jár, most már csak két csatát említenék, amikor a győztesek a győzelmet szenteknek a közbejárásának tulajdonítják. 1214-ben a Bouvigny csatában, ami megint csak a francia történelem szempontjából egy meghatározó ütközet, ahol a francia királyságot, a középkori francia királyságot újjászervező II. Fülöp Ágost, föld nélküli Jánost és az ő támogató német királyt legyőzi, és ebben a csatában is a francia király Szent Dénesnek, Szent Döninek a segítségét kéri, és közben a klerikusok ott állnak Fülöp Ágost mellett, és katonai harci vonatkozású zsoltárokat énekelnek. A másik ilyen, most már még közvetlenebb magyar vonatkozással, ez az említett 1278-as Morvamezei ütközet, ahol is Habsburg Rudolfnak a csapatai legyőzik II. Przemyszl Otokárnak a seregét. Ez annyiban is érdekes, hogy a magyar történetszemlélet mind a mai napig úgy tartja, hogy a Habsburgok a közép-európai uralmukat a magyar segítségnek, a magyar fegyverek segítségének köszönhetik, mert hogyha 1278-ban nem segítenek Kun Lászlónak a csapatai a Habsburgoknak, akkor hát nem szerzik meg az itteni uralmat. És ebben az ütközetben értelemszerűen Habsburg Rudolf az, aki pápai támogatásra és egyházi segítségre számíthat. A bázeli püspök szervezi meg neki a szertartásokat és a egyházi támogatást. A Habsburg csapatoknak a csatakiáltása maga Krisztus, Krisztus emlegetnek, míg a cseh királynak Prága a csatakiáltása. A németek azok Mária énekeket énekelnek, és felhasználják azt a véletlent is, hogy néhány évvel korábban Habsburg Rudolf a pápától átvesz egy megszentelt keresztes zászlót a Szentföld felszabadítására, amit aztán ugye ezt az érvelést átalakítva most a rivális cseh királlyal való leszámolásra használ ki. Végül egy érdekességgel fejezném be a mondandómat. Hogyan jutott el mindez a katonákhoz? A krónikások leírásai szerint a vezérek minden alkalommal a csata előtt nagy beszédeket tartottak, amit a
megint csak hát a győztesek szemszögéből ezek a krónikák mégis örökítenek. A kutatók és a történészek azok mindig kötözködnek, és felvetették azt, hogy ebből semmi nem igaz, mert ugye milyen elképzelhetetlen és lehetetlen, hogy kiáll egy vezér a több ezeres sereg elé, és elkezd beszélni, és hogy a fizikai képtelenség ennek a megértése és a követése. De hát akkor jöttek a fizikusok, és a hangnak a terjedési sebességéből hát most már bizonyított kísérleteket végeztek, hogy valóban elképzelhető egy 1-2 ezer fős tömeg előtt beszédeknek a tartása, buzdító beszédeknek a tartása, és hogyha ezek szó szerint valószínűleg nem is úgy hangzottak el, ahogy azt a krónikások megörökítették, de hát a lényeget tekintve, amiben az elesetteknek a mennybe kerülésére, a harcuknak az igazságos voltára hívták fel a figyelmet, egyáltalán buzdítani próbálták a katonákat. Ennek a lényege valóban megtörténhetett, és valóban kifejtette azt a pozitív hatást, amit a későbbi krónikások ezeknek tulajdonítanak. Most ezekben a beszédekben pedig hát nagyon hangsúlyos helyet foglalnak el, szinte döntően a harcnak az égiek Isten által való támogatottságára utalnak, és a elnyerhető égi, lelki üdvökre is, és jutalmakra. És azzal a gondolattal fejezném be, hogy az 1200 körül alkotó magyar névtelen, akit csak anonimusként szoktunk emlegetni, ő is minden további nélkül a pogány magyaroknak a sikereit a Szentlélek támogatásának és segítségének tulajdonítja, és egyáltalán nem okoz neki gondot, hogy Álmos Árpád sikerei mögött a Szentléleknek a beavatkozását pillantja meg és írja le. Köszönöm figyelmüket! Szent Márton jubileumi év 2016.